Köszöntöm Önöket, stúdiónk vendége dr. Szegő Péter, az Ormos Intézet orvosigazgatója. Üdvözlök mindenkit! Doktor úr, nagyon sok embert érint a vizelettartási probléma, de nagyon kevesen mernek beszélni róla. Ez így van, de azért ez a probléma az előbb-utóbb tud olyan mértéket ölteni, hogy már nem tudja az illető vék alá rejteni, és akkor valamit csinálni kell, hiszen az illetőnek az életminősége fogja megsínleni ezt a dolgot. Ugye a reklámokban azt látjuk, hogy tisztes, őszes urak és hölgyek önfeledten bicikliznek pelenkában. Gondolom, akkor nem ez a megoldás. Hát az önfeledtséget azt igazából azt kétségbe vonnám, mert ez sohasem eredmény az önfeledt életszituációkat sajnos. A megoldása számtalan lehet, amit nem lehet kihagyni a képből, akár férfiről, akár nőről legyen szó, az a gátizomzatnak az erősítése, tornáztatása. Most ezt vagy valaki meg tudja csinálni saját magának, úgyhogy előtte nyilván megtanítják rá, vagy egy olyan eszközt vesz igénybe, amihez az ő aktív közreműködése nem kell, de mégiscsak a gátizomzatát egy kicsit tudjuk vele erősíteni. Van konkrét összefüggés a gátizomzat és a vizelettartási problémák között? Természetesen, persze. Tehát, hogyha a gátizomzatnak a záró funkciója nem megfelelő, akkor a vizelet el fog csöppenni. Nincs férfiak esetében is ez befolyásolja? Férfiak esetében is befolyásolja, sőt, férfiaknál ugye a gátizomzat fölött közvetlenül ott van a prostata, aminek a gyulladásos betegségeit tudja befolyásolni a gátizomzatnak a tónusa. Tehát, hogyha ennek az izomzatnak a tónusa túlságosan feszes, túlságosan merev, akkor onnantól kezdve egy ilyen kis medencei diszkomfortot tud okozni ez az egész. Most ezeken egyébként lehet segíteni, van erre megfelelő eszközünk, amit ilyenkor be tudunk vetni. Tehát ilyenkor az a lényeg, hogy a gátizomzatot valamiféleképpen igen. megerősítsük, igen. mint férfiak, mint nők esetében. Tornáztassuk, igen. Tornáztassuk. Tehát erre vannak ezek a különféle elleshető, eltanulható torna mutatványok. Most, hogyha erre valaki nem érez magában affinitást, akkor milyen lehetőségek vannak? Ez körülbelül olyan, mint hogyha fitness terembe járnánk. Otthon soha senki nem fog igazándiból saját magától tornázni, de hogyha bérletet vettünk egy fitness terembe, oda el fogunk járni, hiszen megvettük. Ott is általában valamilyen segítséget veszünk igénybe ahhoz, hogy bizonyos izomcsoportokat átmozgassunk. Itt gyakorlatilag ugyanerről van szó, csak itt egy olyan eszközről beszélgetünk, ez egy mágneses stimulációs fotel, amire az illető ráül, és anélkül, hogy bármit csinálna, anélkül ez a fotel egy elektromágneses erőtérrel, egy elektromágneses hatással az ő gátizomzatát elkezdi tornáztatni. Ó, tehát csak rá kell ülni, így van, és a tornamutatvány ez megy magától. Pontosan, nem kell csinálni aktívan semmit, nyilván ez egy érzést generál, tehát azt a beteg azért érzi, hogy az izmai mozognak, de alapvetően ez nem egy olyan nagyon kellemetlen dolog, ezt általában végig szokták tudni csinálni, és a végeredménye nyilván az, hogy a záróizom funkció az valamelyest helyre jön, és a vizelettartásnak ez egy elég hangsúlyos kérdésköre. Vannak-e ilyen sikertörténetek az ön praxisában, amikor azzal találkozott, hogy valakinek már konkrét vizelettartási problémája volt, és aztán ennek az eszköznek a segítségével, mi ennek a neve? Ez egy mágneses stimulációs fotel. Mágneses stimuláció segítségével sikerült ezen segíteni. Hát kombinált kezeléseket szoktunk alkalmazni, tehát aki vizelettartási rendellenességgel jelentkezik nálunk, és az illető nő, annál azért egy lézeres inkontinencia beavatkozást szoktunk csinálni. De ez önmagában még nem garancia arra, hogy a vizelettartási zavar megszűnik, ezt minden esetben ki kell egészíteni. Hát ezt hívhatjuk gyógytornának gyakorlatilag, ez praktikusan egy passzív gyógytorna. Hát csak egy olyan izmon, amiről az ember általában nem vesz tudomást, és nem vesz tudomást, azt se tudja, hogy hol van, azt se tudja, hogy kell mozgatni. Most, hogyha valaki mondjuk idősebb korában találkozik egy ilyen problémakörrel, annak azért már nem biztos, hogy el lehet magyarázni, hogy milyen ez pontosan hol található, milyen gyakorlatokat kell erre végezni. Így van, erre jó ez a fotel, hogy azt a lézeres beavatkozást kiegészítendő, egy gyógytornát tudjunk alkalmazni. Most ideális esetben egyébként, hogyha valakinek nem annyira előre haladott még ez a problémája, akkor adott esetben ettől a foteltől önmagában is a vizelettartása az tud javulni. Milyen gyakran kell ezt a fotelt igénybe venni? Hát ez nagyon-nagyon egyénfüggő, ezt általában urológus szokta tudni megmondani, úgy, hogy feltérképezi azt, hogy az illető vizelettartási problémájának a hátterében mi áll. De hogyha áttérünk mondjuk a nőkről a férfiakra, akkor pedig a krónikus prostatagyulladásnak a terápiájában lehet ennek helye. Illetve férfiak esetében nagyon érdekes, hogy a prostata megnagyobbodás miatt őket általában az előbb-utóbb szokták operálni, hogyha nem műtéttel nem sikerül megfelelő vizeletáramlást elérni. És a prostata műtétet követően kialakuló vizelettartási zavaroknál férfiak esetében, ha korán elkezdjük ezt a tornát, akkor ennek rendkívül jó eredményei vannak.
És hogyha ezzel a tornával megerősítette a páciens a gátizomzatát, akkor lehet, hogy utána ő magától is már könnyebben tudja edzeni azt a területet, mert ő korábban fogalma sem volt. Hát az biztos, hogy azt megtanulja az illető, hogy a gátizomzata hol helyezkedik, és mit csinál. Tehát tudatosulni fog, és hogyha ez tudatosul, akkor onnantól kezdve önmagának ezt már fogja tudni otthon tornáztatni. De ezzel elég behatóan meg lehet mutatni azt, hogy ilyen izom is létezik, és ezzel igenis foglalkozni kell, mert hosszú távon vizelettartási zavarokhoz, prostatabetegségekhez tud vezetni azt, hogyha ezt az izmot elhanyagolják. Tehát akkor mind a vizelettartás esetében, mind prostata megnagyobbodás esetében, illetve azt követően... Prostatagyulladás, igen, vagy prostata műtéteket követően kialakul vizelettartási zavarba. Tehát akkor az első és legfontosabb, hogyha valaki ilyen vizelettartási problémával küzd, akkor merjen segítséget kérni, mert van segítség. Így van. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A műsor támogatója az Orvosintézet, a hely, ahol ön is meggyógyulhat.